érdemes csinálni. Erről beszélgetünk reggel a kávézás közben. Most inkább az érdekel már, hogy hogy lehet befektetés nélkül pénzt keresni az interneten. Ezt mondjátok. Van pénzkeresési lehetőség, ami biztosan fizet és viszonylag kevés munkával. Már állíthatjuk, hiszen előzőleg beszéltünk róla. Igen, a Google tartalomra célzott hirdetés megjelenés az AdSense. A Google AdSense tartalomra céloz. Megjelenít egy hirdetést, például egy honlapokkal kapcsolatos oldalon, nyilván honlapokkal kapcsolatos hirdetéseket tud a legrelevánsabban, legjobban odaillően megmutatni. Ezért nem használják a honlapfejlesztők ezt. Nem a reklám nézésért fizetnek. A megjelenített hirdetők csak a kattintások után fizetnek. Hogy nem volt elég világos visszalépek. Tehát azért nem használják a honlapfejlesztők a saját honlapjaikon, mert önmaguk konkurenciáját nem engedik oda. Nos, a reklám megjelenítéssel való pénzkeresés a Google AdSense-szel valóban megbízható, garantált a fizetés. Viszont nagyon fontos a smart pricing, már megint említem, tehát a Google igyekszik olyan hirdetők hirdetéseit elhelyezni nálad, ami a lehető legjobban megfelel a weboldaladra érkezők érdeklődési körének. Ha ilyen tartalmat tudsz neki produkálni, akkor ő többet tud ezért a kattintásért kérni a megrendelőtől. Neki előnyös. A megrendelőnek is előnyös, mert nagyobb valószínűséggel kap vásárlót. Tehát mindkét fél hajlandó erre áldozni. Ha a te weblapodon a tartalom szegényes, nem nagyon illeszkedik a hirdetésekbe, hát akkor nem sok mindent tud tenni. Ezért kell állandóan figyelni, mert hogyha nem küldi oda a hirdetést, akkor viszont te sem kapsz pénzt. A kattintásokért. Így világos? Ez a smart pricingnak nagyjából a lényege. Még egyszer mondom, ez egy megbízható, garantált fizetésű, de állandó figyelmet igénylő. Tehát olyan nincs, hogy egyszer beállítom és hattolja. És nagyon fontos, hogy a Google AdSense nagyon védi a hirdetőket a csalók ellen. A csalás miatti figyelmeztetés nélkül kizárnak. Lehet ebből valakinek sok bevétele? Most szerintem igen. Ha a magyar kereseti viszonyokhoz igazítunk, még Magyarországon is. Ehhez viszont sok látogató kell, és igényes tartalom. Az se baj, ha angolul, mert annyival nagyobb lesz a célt közönséged a honlapon. Ehhez is azonban létre kell hozni egy vagy több honlapot, ahol a reklámot el lehet helyezni. És tévedés, hogy ezzel csak az elején kell dolgozni. A smart pricing rendszer ezt naponta indokolt át eszény, és csak meg. Kisebb kontroll, kisebb pénz, és mindjárt zseppénz lesz abból, amire előzőleg nagyobb részben számítottál. A Szellemvárosok blog nagyon jól használja. Itt van a YouTube-on a saját csatornája, ott ismét az AdSense-szel kap pénzt. De ezt a Google is relevánsnak tartja, a téma érdekes, mások számára is érdekes. Tessék, angolul és magyarul van. Hol tudok pénzt keresni a neten? Ez a nagy kérdés. Én általában azt mondom, hogy ahol az elmélet és a gyakorlat találkozik és együtt gondolkodik, ahova időt és kitartó munkát teszek, ott tudok keresni. És azért ez nem megy csak úgy, tudományos hasraütéssel, de tervszerű kapkodással sem. Autót is csak az vezetett, aki jogosítványt szerez. Vállalkozást meg bárki, még mindig. Ami nem baj, csak hozzá kell nőni, hozzá kell fejlődni. Hiszen ezzel a saját pénzügyi biztonságodat és a vállalkozás jövőjét veszélyezteted, illetve a saját pénzügyi biztonságodat erősíted, és a vállalkozás jövőjét biztosítod, hogyha megteszed. Ha meg nem, akkor az előző történik nyilván. Ma tényleg bárkinek bármilyen ötletet meg lehet mutatni, mert az eredmény csak azon múlik, hogy legyen, aki végig is csinálja. Miért baj, ha nem vagy rosszul ismered az üzleti kommunikációt? Hát mert rosszul választasz fejlesztőt, marketingest. Rossz helyen keresed a pénzt.
Rosszul választ az üzleti modellt, és rossz működéssel, hibás marketinggel túlterheled a bevételi forrásaidat. Vagy alul működteted őket, hiszen valamiből meg kell termelni a folyamatos mozgásban, lendületben tartáshoz való költségeket. És hát bevételt is akarsz, nyereséget is akarsz. Egy szóval téves üzleti gondolkodással vezeted a vállalkozásodat, ha nem ismered elég jól az üzleti kommunikációt. Ha jó felkészültségű vezető ül a volánnál, nyilván az autó is biztonságosabban célba ér, ezt nem kell külön magyarázni. Lehet másképpen is vezetni, ugye tudjuk, csak nem érdemes. A vállalkozók üzleti kommunikációs felkészültségét javítani szükséges és mindenkinek hasznos. A vevőknek is, nektek is. Az üzleti kommunikáció azonban több, mint marketing. Ezt most meg fogom nektek mutatni. A vállalkozás szervezés, a vevőkutatás és a vevőkövetés, ez mind-mind, és gondolkodásmód. Tudásbővítés, tőkebővítés a vállalkozásnak. Ezt határozottan állíthatunk.